Tavaly decemberben rangos kitüntetést vehetett át a megyeházán Lakos Péterné a Gyáli Ady Endre általános iskola tanára. Arany János pedagógiai díjra Gyálváros képviselőtestülete jelölte az iskola alkalmazotti közösségének ajánlása alapján. Hogyan érintette, hogy tavaly a kollégái javaslatára az önkormányzat jelölése alapján ön kapta az Arany János pedagógiai díjat? Hát nagyon-nagyon jó érzés volt, és hát sokáig titokban tartották ezt a dolgot, és hát nagyon nagy elismerésnek tartottam, és a munkám megbecsülésének rendkívüli szép ceremónia volt a Vármegyeházán december 2-án, és hát még utána is hetekig ennek a hatása alatt voltam. Elsősorban szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik jelöltek erre a díjra, és a munkámat elismerik, elismerték, és hát a vezetőimnek, és külön öröm volt számomra, hogy a mostani iskolaigazgatóm, aki valamikor tanítványom volt, őtőle vehettem át ezt a díjat, úgyhogy én kettős dologban is nagyon büszke voltam, hogy ő ott áll ebben a nagyon szép teremben, mint az Oktatási Bizottságnak az elnöke, és tőle vehettem át a díjat. Volt-e példakép, aki miatt ezt a pályát választotta hivatásul, és mikor döntötte, hogy tanár lesz? Hát gyakran mondják ezt, hogy már kora gyermekkorától látszik rajta, hogy pedagógus lesz. Ez nálam valóban így volt. Körülbelül a harmadik osztályos lehettem általános iskolás, amikor matematikából kaptam egy 3-as jegyet, és hát olyan másfél kilométernyire volt az iskola tőlünk, Szurdokpüspökiben egy kis faluban, és hát én végigbőgtem a falut, még hazaértem, hogy én belőlem most már nem lehet tanárnéni, és hát ugye Palócföldön lakom, és ott ugye a nénikék, akik innen álltak, mindenki tudott arról, hogy szegény Klarika, ugye, ahogy szólítottak engem, sajnos már ugye matematikából akkoriban számtannak nevezték, nem lehet tanárnéni, és hát aztán kezdtek vigasztani, majd kijavítod, nem lesz ebből hiba. És én úgy gondolom, hogy ezek a játékok is, amit mi gyerekkorunkban játszottak, valahogy úgy mindig úgy alakult, hogy én voltam a tanítónéni, a játszópajtások voltak a tanítványok, vagy úgy alakítottam. Bennem volt talán ez a vágy, hogy szeretnék az lenni. Aztán a későbbiekben voltak olyan terveim, hogy esetleg majd stewardess leszek, vagy nem tudom én, valami elegáns pályát fogok választani, de kitartottam a tanári pálya mellett. És én úgy gondolom, hogy a szüleim is nagyon büszkék voltak erre, hogy én ezt a pályát választom. Milyen ambíciókkal kezdett az a tanításnak, milyen kihívásokkal, bútotokkal találkozott, és milyen pillanatok adnak erőt a további munkájához? Hát én rendkívüli nagy ambíciókkal indultam, ugye a tudatlanok nagy-nagy merészségével. 22 évesen kerültem ide gyárra, mégpedig úgy, hogy a főiskolára Egerbe eljött az én akkori igazgató bácsim, hogy toborozzon embereket ide gyárra, magyar-orosz szakos tanára lett volna szüksége. És ami vonzó volt ebben az egészben, hogy fölajánlott egy szolgálati férőhelyet. Hát én azt hittem, hogy ez valamilyen szállodai szoba lesz. Hú, fantasztikus, nagy lehetőség. Én rögtön ott a helyszínen jelentkeztem is, és el is jött az időszak, ugye az augusztus 16-a, indultam ki gyárra. Akkoriban még a Boráros téren fölültünk az 54-esre, jött a busz, és egy nagy-nagy pusztaságra érkeztünk. Mondom, úristen, hát én biztos eltévedtem, valami rossz buszra szállhattam, de aztán úgy kezdtem reménykedni, amikor úgy Pestimre felé már megláttam a házakat, mondom, mégiscsak vannak erre emberek, és ide fogok én jönni, és azóta is azt gondolom, azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó helyre kerültem, legalábbis nekem egy nagyon jó munkahely. Még azért visszatérnék erre a szolgálati férőhelyre. Ez az iskolában a szertár volt, ahol nem is egyedül laktam, hanem egy nagyon kedves kolléganőmmel. Tehát én annak nagyon-nagyon örültem, és hát nagyon jó helyzetem volt. Rendkívül kedvesen fogadtak. Én, amikor ideérkeztem, mindenki segített, szinte hónom alá nyúltak. Voltak olyan idősebb kolléganők, akik szinte családtagként kezeltek, meghívtak egy-egy vasárnapi ebédre.
Nagyon-nagyon jól éreztem magam itt Gyálon a kezdetekben. Persze egy-két évig, hát az a szemlélődő fiatal voltam, aki ugye várta azt, hogy na, majd egy kicsit belelendül. Nem nagyon mertünk még abban az időben szólni, vagy vártunk arra az alkalomra, még valami feladatot kaptunk, de minden ilyen feladatban én úgy gondolom, hogy úgy lelkesen igyekeztem magam belevetni, bármilyen feladatot kaptam. Rendkívül fontos a tanárok elismerése, motiválása, hogy ne csak a tananyagot adják át, hanem neveljék a tanítványaikat is. Ma, amikor mindenféle tekintetben válságról beszélünk, mennyire tud eleget tenni ennek a feladatnak a tanár? Nagyon nehéz. Csak egy példát mondanék, az egyik osztályomban szinte 4 éven keresztül rendkívüli módon nagy hangsúlyt fektettem abba, hogy az egészséges táplálkozás. És ezt tegyünk, ugye ezt nem szabad, azt nem szabad. 8. amikor jöttek szerenádozni, kérdeztem tőlük, na gyerekek, akkor mivel készüljek, mivel várjalak benneteket? Hát egyöntetűen kórusba chips és kóla. Tehát ezt csak azért mondom, ez viccesnek hangzik, ugye, hogy a maga a környezet ellen, tehát a környezeti rossz hatások ellen nagyon nehéz tenni. De azért megpróbálkozunk, és a nevelésnél én azt gondolom elsősorban, hogy egy tanár a személyiségével, a tetteivel, a cselekedeteivel nevel. Vannak ilyen lelki ráhatások is. Osztályfőnöki órán például nagyon sokat beszélgetünk a gyerekekkel, hogy mi a helyes, mi nem helyes. Egyébként a gyerekek szerintem nagyon reálisan látják a világot, csak ugye ami az elméletben igaz, azt nem biztos, hogy a gyakorlatban meg tudják valósítani. Én nekem az a mottom, hogy reggel föl kell kelni, meg kell indulni, és csinálni kell a dolgunkat. Tehát ha minden ember ezt így teszi, akkor a világ jobb lesz, változik. Most lehet azon cicózni, meg visszakanyarodni, hogy mi volt rossz, hogy volt rossz, mi nem jó. Igen, lehet ezekről ódákat zengeni, de én úgy gondolom, hogy elsősorban a tettek beszélnek. Na most a gyerekeket nagyon könnyű megnyerni. Tehát ha a gyereknél megtalálom azt az utat, azt a lélektől lélekig vezető utat, tehát ha én a gyereket úgy kezelem, mint gyerek, egy kis gyerek, aki bejön az iskolába, hol jobb kedvű, hol rosszabb kedvű, hol csintalanabb, hol jobb, mindenféle gyerek van. Ha én megtalálom hozzá vezető utat, ha én ezt kiépítem, ezt az utat, akkor a gyerek partner. A szülők már fogósabb kérdés. Nagyon-nagyon változott a kezdetektől a mostani időig. Ezekhez a fiatal szülőkhöz is megfelelően kell alkalmazkodni, mert én szerintem a nagy része jóindulatú szülő. Volt olyan osztályom, amikor úgy óckodtam, hát fiatal koromban, ugye, ó, hát majd mindent megszervezek én, osztálykirándulás, ilyen-olyan rendezvények, nem veszem én igénybe a szülők segítségét. Odáig jutottam, hogy amikor 8-osok voltak a gyerekek, elmentünk a Bakonyba kirándulni, akkor már az első gyerekemmel terhes voltam. Mondom a férjemnek, hát figyelj, gyere már el velem kirándulni, véletlenül rosszul leszek, vagy szülni kezdek, hát ugye egymagam vagyok ott, 30 gyerekkel, mi lesz velem? Lényeg az, hogy ő kísért el erre az osztálykirándulásra, és én akkor rájöttem, hogy a szülők nélkül ez nem fog menni. Tehát a szülőt, mint partnert meg kell nyerni. És nagyon-nagyon sok kedves szülő van, aki nagyon segítőkészen állt a dolgokhoz. És én a szülőkkel egy bizonyos távolságtartást azért szoktam tartani. Amikor már a gyerek kirepül, esetleg akkor egy-két szülővel közelebbi kapcsolatba kerülünk, de nagyon segítőkészek, és hát meg kell nyerni őket. Nos, természetes van olyan szülő, akivel nagyon nehezen értünk egyet. Ott pedig arról kell meggyőzni a szülőt, én legalábbis így tettem, hogy az érdekünk közös a gyereke. A fontos, és nekünk összhangra kell valamiképpen jutni a gyerek érdekében. Hogyan látja a jelenlegi oktatás helyzetét? A jelenlegi oktatási rendszer változó félben van.
Na most, amit rendkívül sok változás volt ugye az én pedagógiai pályám során. Ilyen-olyan tanterveket, akkor mást írtunk, akkor megint mást írtunk. Én ezt nem is untatnám a kedves nézőket ezekkel. Amit én fontosnak tartok, hogy egy pedagógusnak bármilyen változás is van az oktatási rendszerben, bármilyen nagyobb keretet is kapunk, azok lehetőségek. A legfontosabb maga a tanár felkészültsége, személyisége, az ő rálátása, hogy ő egy jól képzett szakember legyen. Tehát lehet itt bármilyen rendszer, lehet itt bármilyen változás, a gyereket meg kell tanítani bizonyos dolgokra. Ez a lényeg egy pedagógusnál. Családjában van-e, aki folytatja ezt a pályát? Igen, két lányom pedagógus, az idősebb lányom tanítónő, a fiatalabb pedig angol tanárnő. Szerencsére a fiam, ő informatikai pályán próbál majd szerencsét, tehát nem a pedagógus pályán. Hát nem tudom, szerencse vagy nem szerencse pedagógusnak lenni. Én nem tudtam volna elképzelni mást magamnak. Nem is tudtam. Lehet, hogyha az élet rákényszerít, mert ugye annak idején, amikor az orosz megszűnt, volt egy olyan lehetőségem, hogy vagy pályát módosítok, vagy pedig megtanulok egy idegen nyelvet, németet vagy angolt. Lehetőség. Hát nem is lehetőség, hanem ez egy kényszer volt. Tehát választanom kellett. És én maradtam a pályán, 39 évesen kezdtem egy idegen nyelvet tanulni, három gyerekkel, nem volt egyszerű dolog, de túl vagyok rajta, és én örülök, hogy ezt megcsináltam, mert azért az minden ember életében vannak olyan dolgok, amire nem képes, amit nem tud megcsinálni. Hát annak kell örülni, amit meg tud csinálni, és amiben éppen tud valamit produkálni. Én úgy gondolom, hogy én ebben tudok, talán tanítani tudok. Biztosan sok pozitív élmény érte önt az eddigi pályafutása alatt, osszon meg nekünk egy-kettőt. A legpozitívabb élmény, amikor a gyerekektől kapok valami kedvességet. Hát például olyan, amikor egy év végén minden gyerektől kapok virágot az osztályomba. Hát ezt nem is tudom mihez hasonlítani, ez egy fantasztikus dolog. Nagyon pozitív élmény nekem az, mikor egyszerűen egy tanítványomnak az anyukája megkérdezi, a tanárnő fogja jövőre is a gyerekeket vinni? Németből vagy magyarból? Ezek nagyon jó dolgok, amik engem inspirálnak arra, hogy akkor még többet és még jobban csináljuk a dolgunkat. Azt lehet tudni, hogy az elmúlt időszakban hány osztálya volt? Lehet tudni, 6 osztályom volt, akiket kivittem. Hát ugye a gyerekek miatt maradtam ki egy-egy szériából. Az első osztályom talán a legemlékezetesebb, de azt mondhatom, hogy mindegyik nagyon kedves volt. Az egyik nagyon jó sportoló osztály volt. Minden pénteken itt szurkoltam nekik a pályán, az iskolai meccseken. A másik osztály szorgalmas osztály volt, a harmadik osztályban rendkívül sok olyan gyerek volt, akit külön pátyolgatni kellett, külön törődést igényelt, ide-oda jártunk, nevelési tanácsadó. Tehát mindegyik osztály valami miatt emlékezetes, és jó volt velük lenni. Én imádom a gyerekeket. Annyira jól tudják a gyerekek az embert abból a szomorkás, abból a mai pesszimista állapotból, szerintem csak egyedül a gyerekek tudják kihozni az embert. És mi, akik itt vagyunk a gyerekek között, mi ezt úgy óránként kapjuk, hogy hát nem kell azért keseregni, hiszen a gyerek akkorákat tudnak kacagni, és olyan jó ízűen. Tehát jó együtt lenni a gyerekekkel, maga a fiatalságnak, a derűnek a sugárzása, valahogy átragad mi ránk is, és talán egy icipicit az ember igyekszik fiatalabb maradni. Milyen tanácsot tudna adni azoknak, akik ma erre a pályára készülnek, és hogy a jövő tanulóit hogyan oktassák? Hát én csak azt tudom mondani nekik, hogy mindenkit arra biztatok, hogy ez egy nagyon szép pálya.
meggyőződéssel és lelkesedéssel kell csinálni, mert nagyon hálás feladat. Természetesen vannak buktatói, mert aki nem elég erős ehhez, vagy nincs benne az a úgymond pedagógus vér, vagy pedagógus véna, lehet, hogy nem tudja végigcsinálni, de szép dolog, és én úgy gondolom, hogy nagyon hálás dolog. Mennyit változott a diák hozzáállása az iskolázaton órákhoz egy 20-30 évvel ezelőtt, illetve most? Rengeteget változott. Amikor kezdtem tanítani, ugye az ember kinyitotta a tanterem ajtaját, a gyerekek elcsendesedtek, felálltak, köszöntöttek. Hát most ez körülbelül úgy néz ki, hogy kinyitom az ajtót, meg se rezzennek, a pad tetején ugrál, a pad alatt, az asztal alatt. Tehát bejött egy tanár, az nem olyan érdekes dolog, hát csináljon valamit, ami az ő figyelmét fölkelti. Tehát ebben a világban, amikor a gyerek állandóan matat valamit, mobiltelefon, internet, Facebookon fönn vannak, annyira spiccen kell lenni, és annyira le kell foglalni minden idejüket, hogy hát ez azért embert próbáló. És csak az érdekes dologra figyelnek oda. S, hát az, hogy az ember régi módian, vagy hagyományos módon elkezdene egy tananyagról beszélni. Egyébként, amikor elkezdtem tanítani, azért a gyereknek már akkor sem lehetett, tehát nyilvánvaló egy órának mindig érdekesnek kell lennie. Ugye én mindig felsős voltam, és letettek alsóba másodiktól, mivel tagozatos iskola vagyunk, hogy onnan kezdjem a német tanítást, és hát ugye az első óra, pici gyerekek ott ülnek, gondoltam, elmondom nekik, hogy mennyire hasznos a német nyelv tanulása, hol beszélnek németül, stb. Az első két perc után az egyik kisfiú fölteszi a kezét. Klári néni, ez mindig ilyen unalmas lesz? Hoppá! Igen, tehát a gyerektől nagyon sokat lehet tanulni. Igen, ezen változtatni kell, tehát olyan órákat kell tartani, és minden percüket lekötni, ami érdekes. Ami érdekes. És hát ugye együtt kell lenni velük a mai dolgokban. Tehát az, hogy az interneten otthon kell lenni, azokban a dolgokban a zenei érdeklődésük, hát az embernek hozzá kell tudni szólni a dolgokhoz. Volt olyan az elmúlt években, amikor azt mondta, hogy kész, tehát ezt nem, illetve volt olyan csíntevés, amire azt mondta, hogy nagyon emlékezetes, mert ugye a diák élethez ez hozzátartozik. Mind a kettő volt természetesen, amikor az ember úgy mondja, vagy azt gondolja, hogy talán nem, de hát ez nem komoly dolog volt. A csíntevés a több emlékezetes is volt, de talán az egyik legemlékezetesebb. Egy ilyen kemény fiúgárdám volt, amikor a torna öltözőbe úgy benyomták az ajtót, hogy egy nagy lyuk lett rajta. És hát ugye álljatok elő, ki volt a hibás. Az összes gyerek fölállt. Tehát egyszerűen az a betyárbecsület annyira bennük volt. Talán most már a gyerekekben nincs meg ez, és ez úgy nekem tetszett. Megmondom őszintén, hogy ez úgy nekem tetszett, természetesen dorgálást kaptak azért, mert olyant követtek el, amit nem lehetett volna, de maga ez, hogy az összetartás, hogy egymást megvédjük, jóban, rosszban együtt lenni, ez jó dolog volt. Szigorú tanárnak tartja magát, vagy pedig inkább ilyen engedékenyebbnek? Nem én tartom magam, a gyerekek tartanak szigorúbbnak talán. Ez attól függ, hogy milyen is a helyzet. Én azt gondolom, hogy egy tanárnak úgy zongorázgatni kell, hogy most ezt megengedem, ezt nem engedem meg. Azt a tanár mindig tudja, hogy most akkor egy kicsit viccelődünk, most aztán komolyra fordítva, de inkább szigorú vagyok, mert pláne ha az ember osztályfőnök abban az osztályban, erősen kell fogni őket ahhoz, hogy hát valami eredményt is elérjünk. A gyerekek szeretik azt, szerintem, ők egyébként vallják, hogy sokkal jobban szeretik azokat a tanárokat, akik szigorúak és követelnek tőlük.
Így a vége felé tud esetleg olyan volt diákjáról, akire akkor a nagy hatást tett, hogy ő is ezt a pályát választotta? Hát nagyon sok pedagógus van, itt az iskolában is a kolléganőim, az igazgató, a helyettes tanárok vannak, akik kollégáim most, és régi tanítványaim voltak, úgyhogy folytatják a pályát, és erre nagyon büszke vagyok. De nem csak pedagógusok vannak a pályán, hanem református lelkésztől kezdve az orvosokig nagyon sok olyan régi tanítványom van, akire nagyon büszke vagyok, és én nagyon büszke vagyok arra a vízvezetékszerelőre is, aki becsületesen dolgozik, azóta is van munkája, 3 gyereket nevel, és példás családapa lett.